Széchenyi István általános iskola gyermekkórusának a dala csendült fel a katolikus templomban. A kórusvezető szerint az adventi időszak nem csak a karácsonyi hangolódásról szól, hanem mások támogatásáról és segítéséről. A mai rendezvényen 8 műsorszámmal készült a Vörösmarty Mihály Kulturális Központ rendezősége, és a mai rendezvényen befolyt összeggel szeretnék támogatni a Bonyhádi Gondozási Központot. Város, ahol sokszor oly kevés a fény. Város, ahol láttál már, hadd mondjam végre, olyan ritkán mondhatom el már, úgy fáj, hogy nem vagy köztünk már. Bartók Béla Alapművészeti Iskola magánének tanszakának szólistái, és a minden évben meghívott különböző kórusok énekesei fognak karácsonyi műsorszámokkal kedveskedni az itt megjelenteknek. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ez az időszak, amikor jön a karácsony, hiszen ez a szeretetről szól, az összetartozásról. Ez egy ilyen lélekfelemelő esemény minden évben, és azt gondolom, hogy amikor ennek így vége van, akkor mindenki olyan hangulatban tér haza, hogy rá tud hangolódni az ünnepekre. Mi a Bonyhádi Általános Iskola gyermekkórusát képviseljük, és mi egy karácsonyi összeállítással készültünk, 3 ismert karácsonyi dalból állítottunk össze egy csokrot, és azt fogjuk előadni. Zongorán kísér kollégám Ömböli Péter, és 42 gyerekkel fogunk fellépni. Gál Martin Elvira elmondta, kiemelkedően fontos számukra, hogy ebben az időszakban is segítsenek az időseknek és az elesetteknek. A hangversenyen összegyűjt felajánlásokat a Bonyhádi Gondozási Központ idősek otthonának adományozzák.